Jó estét kívánok! Bravúros győzelmet aratott a férfi kosárlabda bajnokság 13. fordulójában a kaposvári KK. A somogyiak Székesfehérváron az Albacomp vendégeként nyertek szoros csata végén 85-83-ra. A fiúk nagy örömére ezúttal úgy alakult a végjáték, ahogy azt ők tervezték. Nem túl jó előjelekkel készült a kaposvári együttes a székesfehérvári fellépésre. A somogyi alakulat ugyanis eddigi élvonalbeli tagsága során mindössze egyetlen alkalommal, még 2003-ban nyert bajnoki összecsapást az Albacomp otthonában. A kedvezőbb korábbi mérleg mellett az erősebb játékos keret, valamint a tabellán elfogadt helyezés is a fehérváriak mellett szólt a feldobás előtt. Az első akciót ugyan Radovics kosárral fejezte be, ám Vojvoda bravúros alakításai után már a kaposváriak vezettek. A gyors indításokat előtérbe helyező somogyiak 4 ponttal léptek meg. A hazai edző időkérése rendezte a sorokat és hamarosan fordított az Alba. A folytatásban jól tartotta magát a KKK, és a nagy szünetben 3 ponttal 50-47 arányban vezetett. A térfélcsere után remekül szűrte az ellenfél akcióit a KKK, ráadásul a 7 pontot elérő handline révén egyre jobban eltávolodott riválisától. Néhány hiba és az egykori kaposvári Simon villanásai aztán újra nyíltá tették a meccset. A negyedik negyed elején 71-71-nél egyenlített az Albacomp, Toya triplájával pedig a vezetést is átvették. A végjátékban ezúttal végre jobban összpontosított a KKK, amely így óriási bravúrt hajtott végre, és 85-83 arányban győzött. Fekete Ádám és Filipovics Gordán együttesében Heinlein 24, Vojvoda és Prezsán pedig 15-15 pontig jutott. A következő fordulóban a veretlen éllovas ZTE látogat a Somogyi megyeszékhelyre.